2004-ben diagnosztizáltak hólyagtumorral, megoperáltak, az orvos kezembe adta kemoterápiás papírt, és elmesélte, hogy hogyan fogok meghalni. Én úgy gondoltam, hogy nem kell kemoterápia. Aztán a barátaim hívogattak, és mindenkinek volt valamilyen ötlete. Volt, aki talált egy másik orvost, az is megoperált. Utána volt egy barátnőm, aki ajánlotta, hogy menjek el a Domján Lacihoz, az agykontrollra, és nagyon sokat fog segíteni. Ha az ember beteg, akkor főként önmagában van, és nincs, aki segítsen neki. Hiába adnak enni, inni, az nem az, ami az embernek kell. Elmentem még betegen Domján Lacinak a kurzusára, és megvettem ezt a könyvet. Gyógyulj meg. Gyógyulj meg, igen. Ő lett a lelkitársam a kínlódásaim közepette. Kitaláltam azt a módszert, mivel Laci azt mondta, hogy minél abszurdabb valami, annál jobb, hogy a tengerben úszom, kifordítom a hólyagomat, és hagyom, hogy a halak lerágják a maradék rákos sejteket a hólyagomról. Utána paralell természetgyógyász és paralell a normál ellátás is, helyi kemoterápia, tehát nem vénásan. Ez 15 éve volt, és abba hagytam a tanítást, tanár voltam az egyetemen, és egy teljesen új életet kezdtem. Ma is hallgatom Domján Lacinak a reggeli meditációit, meg az esti meditációt. Reggel és este találkozunk. Hát ez az én történetem.